A Bonyhádi Völgységi Múzeum idén is élménytáborokkal várta a 7-12 éveseket, ahol a fókusz a hagyományápolás, a történelem, régészet, néprajz és természettudományok köré épült. Számos kézműves foglalkozással készültek, például hon- és helyismereti játékokkal, interaktív foglalkozással. Tematikus napokat szervezünk, ami azt jelenti, hogy partnereink révén érkeznek hozzánk kémikusok, fizikusok, de érkezik hozzánk népművelő, népi játékkészítő, fafaragó is, és van két kirándulós napunk. A gyerekek népi játékokkal ismerkedtek meg, valamint csontékszert készítettek. Ezeken felül megtanulták a drukkolás technikáját is a meghívott előadók segítségével. Vettek búzát, vettek árpát, virágom, virágom. A hímzésnek a drukkolás részét, amikor a minta rákerül a vászonra, azt a szakavatott hozzáértő segítőinkkel, illetve mi a hímzés technikáját, a kitöltéses hímzést tanítjuk meg nekik, ez kalocsai minta legfőképpen. A mostani táborba 18-an érkeztek. Tavaly meg tavaly előtt is voltam, és nekem nagyon tetszett ez a tábor. Miért tetszik neked? Hát mert utazunk mindenfelé, és élményeket élünk át, amiket nem biztos, hogy át tudunk majd a jövőbe. Szőcs Kálát a hímzés érdekelte leginkább. Először meg kellett drukkolni a pólót, és utána megmutatták nekem, hogy hogyan hímezzek. És milyen minta van rajta? Virágos minta van rajta. A szervezők az egészségfejlesztési irodával együttműködve egy nyári gyümölcskosár készítésével foglalkoznak a tábor egy későbbi alkalmával, amelyen a gyümölcsök fontosságáról is szó lesz.